Begördül az új kisbusz a Tolna megyei Grábolc polgármesteri hivatalának udvarára. 8 plusz 1, és akkor van hozzá gyerekülés, ha véletlen olyan helyzetbe kerül az ember, akkor... Vince Kálmán, a település vezetője éppen arról beszél, hogy a Magyar Falu program pályázatán elnyert modern járművel hány főt lehet szállítani. A 181 lelkes faluban létfontosságú egy ilyen közlekedési eszköz megléte. A buszjáratok ritkák, a településen csak egy kisbolt működik, mondja a polgármester. Bízok benne, hogy maximálisan ki fogjuk tudni használni, mert a falunak a lakossága elég időskorú. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón elmondta. Grábolc közel 15 millió forintot nyert erre a járműre a Magyar Falu Program pályázatán. Ez egyik sláger témája, hogy pályázata a Falu Programnak a kisbuszoknak a beszerzése. Elsősorban falugondnoki szolgálatok ellátására. Ez azt jelenti, hogy főleg az időseket tudják kiszolgálni ezekkel a gépjárművekkel a települések. El tudják őket vinni, akár bevásárolni orvoshoz, patikába. Az elmúlt több mint 2 évben 2 milliárd 400 millió forintból újultak meg ezekben a Tolna megyei falvakban az orvosi rendelők, iskolák, játszóterek. Váltak korszerűbbé az utak.